invitálni önöket. Először menjünk vissza 80-90 évet, a 20-as évekbe, aztán a 45-re, múlt századba, aztán menjünk vissza a Néró korába, Krisztus után 66-67-be. Hudesz László a hegyek fia volt, a hegy, az Olimposz, az Ararát, a sínai Hóreb, Jebel Musa csúcs, a székelyek Isten széke, a dobogókő, a Fudzsi, a népek mitoszaiban a végtelen világegyetemet, az Istennel való kapcsolatot jelenti. Az építészet mindig az Istent, a végtelent, a monumentalitást szeretné kifejezni, a parkszálló, befejezetlen csúcsával, aranygömbjével, olyan akár a sziklás gyömbércsúcs az alacsony Tátrában. A bambusz, a fenyő és a szilva virág a kínai irodalomban különösen fontos jelentést hordoz. A bambusz a kitartást, a fenyő a férfias bátorságot, a szilva virág a toleranciát, a megszenvedést jelent ki. Az előző kettő egész évben zöld, míg a kínai szilva virága februárban már most pompázik, amikor hó van még a mezőkön. Hudesz Lászlót is ez a három tulajdonság jellemezte. A kitartás képessége igaz Hudeszre tanulmányaitól építészi pályáján át a diplomáciai karrierig. Csak kevesen tudják Európában, hogy Magyarországon 260 év óta van önálló mérnökképzés. Míg Európa más országaiban a képzőművészeti akadémiákról, például a Bozártból vált külön az építészmérnökök oktatása, addig hazánkban a műszaki, matematikai tudományok oktatásán alapul az építészmérnök képzés. Ez két teljesen különböző irány. Hudesz épp ennek köszönhette sikereit a Távol-Keleten, mert tudta a statikát. A bátorság az, ha valaki önként jelentkezik katonának. Hudeszet a diploma után római tanulmány útján éri el 1914-ben a háború kitörése. Hudesz hazasiet, beáll Katbakának, kiképzik, hadnagy legy, és 1916 végén már hadifogoly Krásznaja Recskában, ahol túlélési gyakorlaton vett részt. Délre menekülését, Sanghajba jutását a transzszibíriai vasútvonalat megszálló cselégiónak köszönhette. Magyar származása miatt felkoncolták volna a hadnagyot, ha elkapják. De mégis, legjobb barátja a Tokióban alkotó cseh Antonin Raimund, a csehek Hudesze. Amikor a Jabej erőművet tervezi, nem máshová, hanem a prágai Skoda művekhez, a kitűnő erőművi gépeket, például ma atomerőművet gyártó cseh Skoda művekhez fordul, és onnan veszi a generátort az épületébe. A lengyelek segítették Hudeszet Harbinban, az orosz vasúti főmérnökségen, hiszen beszélt lengyelül is. Drága rokonai tótok és cipcerek voltak, tehát Hudesz már akkor megvalósította a mai V4-et, a visegrádi négyeket saját baráti és családi körében. A megszenvedés és a tolerancia a keresztény erkölcsisége vezérli Hudeszet egész életén át. A magyarságot a nyelve mentette meg. Hudesz magyarul írt, magyarul érzett, egy tragikus sorsa egy a világban szétszorodott magyarsággal. Szétszakított hazánkkal. A felvidék két olyan magyart adott a világnak, akik nem csak szavakban, hanem tettekben is ellenálltak a nácizmusnak, és ikerpárjának a kommunizmusnak. Az egyik a Szlovenszkóban maradt Eszterházi János, a másik a sanghaji emberünk Hudesz László. Eszterházi kedvenc jelmondata volt, a mi elvényünk a kereszt, nem a horog kereszt. Jól tesszük, ha a holokauszt emlékév alkalmából, a toleranciából is jelesre vizsgázott Hudeszről megemlékezünk. Megvetette, lenézte a nácikat, és 1943-ban történt konzuli kinevezésekor a keresztényi humanista elveket valósította meg a gyakorlatban. Számtalan magyar, osztrák, lengyel honfitársunk életét mentette meg
a nehéz időkben, a Soák korszakában. Segítséget kaptak Vitéz Hudec László Edétől, a sankhai magyar tiszteletbeli konzultól, hogy tovább utazhassanak Ausztráliába vagy az Egyesült Államokba magyar útlevéllel. Hudec saját irodájában is szívesen alkalmazott otthonról származó jó szakembereket, így Mátrait, a szerkesztőt, vagy Kobzát, a fotóst, és sohasem firtatta azt, hogy ki milyen származású. Bizalmas titkárnője szintén zsidó származású volt. 1948. januárjában a Hudec család, sankhajba hagyva az otthont, felszállt az SS President Polk gőzös fedélzetére, és Európába hajózott a Suezi csatornán át. Átmenetileg Lugánóba telepedtek le, néhány hónappal később a magyar építész Rómába érkezik, hogy csatlakozzanak egy régészekből és történészekből álló titkos csoporthoz. Laci bátyám ugyanis nem volt egyoldalú műszaki értelmiségi, gimnazista kora óta érdekelték a humanóriák, főleg a teológia, filozófia, történelem, írja akkoriban Hugyesz Jolán, a HUG, nekem csak nagyanyó. Most aztán belecsöppent az archeológiába is. Sankhai közel 20 éves működése során számos templomot tervezett a különböző keresztény vallások számára, és a munkájáért sohasem kért honoráriumot, társadalmi munkába dolgozott. Így tervezett több katolikus templomot is a különböző szerzetes rendek számára, amikor elbúcsúzott az egyik rendfőrök, már nem tudom, hogy jezsuita vagy ferences rendi volt-e, levelet adott át neki azzal, hogy mutassa be a Vatikánban. Amikor erre sor került, a legnagyobb meglepetésére közölték vele, hogy a pápa fogadja őt egy kihallgatáson, audiencián. Őszentsége 12. Pius megköszönte a tervezői szolgálatát, és szívélyes beszélgetés során megkérte, hogy mint szakértő vegyen részt a Szent Péter Bazilika alatt folyó ásatásokban. Hudec teljesített, fáradozásait a pápa egy teljes bűnbocsánatot adó dokumentummal jutalmazta. Bocsánatot nyert minden bűnre, a múltban, a jelenben és a jövőben. Bravo, bravo, volt humora a nagypápának. Bűnbocsátó cédula egy hívő luteránusnak mégiscsak a legpompásabb ajándék. 2000 évvel ezelőtti embernek nem volt több agyredője, mint a mainak. Néró ma fel se tűnne. Jelmondata, kenyeret és cirkuszi játékokat, azaz segét és valóságsót. Néró pedig egyáltalán nem volt őrült. A mai nyugati demokráciák alapkövetelményét, a gender mainstreaminget, a másság tiszteletét és a melegházasságot kötelezővé tette a palotájában, jóval megerőzve korát. Korszerű, pragmatikus, liberális politikus volt. Néró egy ingatlan spekuláció miatt felgyújtott egy lepukkadt külvárost, hogy olcsó megszerezze a telkeket. Csak egy kis vesztegetésre való zseppénzt akart csinálni, de az egész akkori Róma leégett. Erre Néró jóval megerőzve korát tűzvédelmi, tűzmegelőzési építési törvényt alkotott, Lex Neronis de modo edificorum urbist. Nekünk az építészeknek kötelezővé tettet a tűz tovább terjedését megakadályozó tűzfalat. De kitalálta a terrorizmus elleni háborút. A tűz azonban olyan sok megégett római miatt közfelháborodást keltett, ezért PR kampány tanácsadói javaslatára szinte magától értetődően egy kis, akkoriban jelentéktelen keleti szektát, a keresztényeket kiáltotta ki terroristának, azaz bűnbaknak. Gyűlölet kampányt indított ellenük. Ebbe a szórásba esett bele szegény, öreg emberhalász, a joviális Szent Péter is, az első pápa. Paradox módon Nérónak köszönhetjük tehát, hogy megalapozta a vértanú gyártással a kereszténység világvallássá válását. Szent Pétert Néró cirkuszában annak spinje, azaz kocsifordulója mellett keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé. Majd a cirkusz kerítése melletti temetőben elhantolták. A két spint egy-egy Egyiptomból Rómába hurcolt obeliszk jelölte ki. Ott fordultak a fogatok. Ebből azt, amely mellett a vértanúhalt hősi halált a Szent Péter téren állították fel, ma is láthatjuk. A Szent Péter bazilika alatti ásatásokat 1939 tavaszán 11. Pius pápa halála után kezdték meg, mivel a pápa végrendeletében a vatikáni altemplomot jelölte ki temetkezési helyéül.
A sír ásása közben bukkantak rá a római kori nekropoliszra, temetőre. 12. Pius azonnal felismerte a nekropolisz jelentőségét, megsejtett valamit és ásatásokba fogott. Miért csókolja meg a pap az oltárt? Mert Petr Eni, Péter itt van. Az oltár kezdetben a szentek erekéjét rejtő szarkofág volt, tehát egyáltalán nem véletlen, hogy a mai Szent Péter bazilika közepe, vagyis a bronzbaldahínos berlini féle oltár alatt találták meg a régészek Szent Péter sírját és relikviáit. Először egy 2,6 méter széles ereke tartót, amelyet Nagy Konstantin császár épített. Benne pedig egy kisebb kápolnalkú sírszobrot találtak, az első pápa puritán ember volt, de Szent Péter kis földbeásott sírjára a római keresztény közösség már a második század elején egy szobrot emelt, amelyet nyugatról egy vörösre mázsolt fallal vettek körül. Ez a vörös fal egy 7x4 méteres területet határolt, ahol több egyszerű szegény sírt találtak. Szent Péter sírja körül, amin ez a Gaius trófaja szobor állt. Péter apostol sírját rendkívül tisztelettel vették külül, ez bizonyítja a G-falon talált görög felirat, azaz itt van Péter. Szent Péter csontjait Konstantin császár idejében a G-fal üregébe helyezték át, egy értékes arannyal díszített bíbor szövetbe csavarták pápához illő módon. A múlt századi vizsgálatok szerint egy korpulens, 165 cm magas, 60-70 év körüli férfi csontjait találták meg, pont olyanét, mint amit Caravaggio mester ábrázolt döbbenetes festményén. Csak 1968. július 6-án 6. Pál pápa jelenthette be hivatalosan, mert addigra lehetett bizonyítani, hogy Szent Péter erekéi valóban Szent Péter erekéi. A következő napon az első pápa erekéit ünnepélyesen visszahelyezték a G-falba. Az ásatások fő szakaszának lezárása után a Hudes család ismét előről kezdett mindent. Átköltözött Amerikába, a kaliforniai Berkeleybe. Az ottani egyetemeken vetített képes előadással Hudes számolt be a római ásatások eredményeiről. Így 1950. február 8-án, 1950. május 21-én és 1955. március 13-án a Lutheránus Egyetem előadójaként. Az egyiken az amerikai külügyminiszter is ott volt. Még nem tudom, mit fogok neki mondani, vallja meg. Kivéve, hogy mint a vakondok, négy lábon kúsztam a szarkofágok között, körülbelül 2 méterre közelítettem meg a sírt, mielőtt alátámasztottuk volna. Kár, hogy az oficiális jelentése a Vatikánnak olyan konfúzus. A leközölt tervek gyermekien együgyűek, ellentmondásosak, sok kontroverziát lehetett volna elkerülni a virág archeológiai köreiben, ha szakszerűbb a kommunikációjuk. Viszont engem az a megtiszteltetés ért, hogy a Vatikán őskeresztény ásatóinak névjegyzékébe felvették a nevemet. Csak igen kevesen voltak a sírnál, fontos cikkeket, feljegyzéseket készítettem, nem beszélve a felmérési vázrajzokról. Lent a sírok között volt egy kellemetlen érményem, mert egyszer korom sötétben maradtunk, a sírok labirintusában eltébedtünk, mint egy technós béke ide-oda forogtunk, jól bevertem a fejem egy kőkoporsóba, valami Gaius Juliust zavarhattam meg. Ilyeneket kellett mondanom az amerikánusoknak, hogy ébren tartsam őket, mert ha csak komoly szakmai dolgokról értekezek, hamar elalusznak. Az ásatások rendkívüli technikai nehézségekkel jártak, ugyanis mélyen a templom padlózata alatt az alapfalakat meg nem bolygatva kellett üres tereket kialakítani, és azokat folyton tágítani a feltárandó terület kiszabadítására. Ez rendkívüli nehéz és bonyolult feladat volt. Ennek statikai megoldásába kapcsolódott be Laci bátyám, írta húga Hugyec Jolán. Hadd idézzek néhány mondatot előadásából. Egyezően a New York Times riportjával a bejárat biztosítva volt a két kamrához, miután a kőtörmeléket eltávolították. Pénzdarabokat találtak a sírkamra padlóján, amelynek dátuma egyezett azzal az idővel, amikor Péter Rómában prédikált és meghalt. Voltak későbbi dátumú pénzek is. Magyar, jól csengő körmöci csikók, azaz aranyak, német, németalföldi, litván, lengyel és más zarándokoktól eredők.
A zarándokok, akik meglátogatták a sírokat, beejtették ezeket a pénzeket az offertóriumba. A falakon sok felirat volt, néhány közülük ez volt, Ave Petrus, s alatta a felíró neve. A sírkamra közepén terrakotta, terra szigiláta, erdényt találtak, ebben voltak Péter csontjai. E fölött volt a memória, ahonnan letekinthettek a sírkamrába. Őszentsége a pápa azonnal meglátogatta a kriptát és az urnát, a csontokkal a dolgozószobája melletti magánkápolnába helyezte biztonságba, míg a restaurációs munka be nem fejeződik, írta Hudec. Hudec számára a lateráni államban eltöltött idő katartikus élmény volt. A valóságos találkozás Szentpéter csontjaival megváltoztatta az üzletember építész világképét. Elhalványult a menedzser, bankár és az ókori misztérium a spirituális élet felé taszította. Ez volt Hudec első találkozása Szentpéterrel. Ezért kaptam én is a családban a Péter nevet. Nagybátyám emlékére kutatom Hudec régészeti aktivitását, amelyet folytatni fogok a pápai levéltárban. Hudecet Róma után szívbetegség gyötri. Érik az infraktus, a megszenvedés. Már ez a mizerábilis, nyomorúságos test is terrorizál. Hát még a világ folyása. Egy építész az első kuli. Csak kicsi a különbség a kuli és köztünk, mert a kuli jobban tud aludni, de az építészt a problémái még az álmába is követik. 1958. október 26-án második lakásuk átadásakor egy földrengés alkalmával sokkot kapott és elhunyt. Ez volt Hudec második találkozása Szentpéterrel. Felesége, a szép Gizella asszony jóval túlélte férjét, 103 éves korában halt meg. Bonyolult léten, túl ezen, egyszer csak majd megérkezem. És itt létemet átlátom ott? Kérdezi Tóth Krisztina költő a Porhó című versében. Jézus tanítását nem féltem, de minél többet látok, de minél több országban éltem, annál inkább látom, hogy csak ez követhető. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha az emberiség élni akar, csak ezt az utat választhatja. Amit életemben láttam, csak megerősíti hitemet, írja Hudec a léten túlról, a túlvilágból. Akik tisztán anyagi életet érnek, olyanok maradnak az életük végén, mint az elején. Ma vénfejjel látom, hogy pappá lettem, nem abban az gyakorlati értelemben, ahogy fiatalon gondoltam, hanem nemesebb alakban, gondolatban, és talán eredményesebben. Tesz tanúságot a vallásról, hitéről Hudec László. Hudec utolsó gondolataival is szülőföldje felé fordul, oda, ahol a garam olvad hótól hűs, folyóvize szalad, ahol a gyanta illatú fenyvesek zúgnak a hopokon, a Csertovicán, a Dóvalon vagy a Deményfalvi völgyben. Én úgy érzem, nincs helyem egy tiszta tót nemzetállamban, írja haza, hisz még a nyelvet sem beszélem hibátlanul, és mégis. Mindenütt, ahol vagyok a világban, azokat a hegyeket keresem, és arra a népre gondolok, kikkel együtt éltem, dolgoztam. A palóc magyarokra, a tótokra, a ruténekre, a cipszerekre, akik ott éltek a felvidéken. Hudec utolsó üzenete a következő. Isten adja, hogy a két nép, a magyar és a tót, ismét megértse egymást. Ne féltse jövőjét egyike a másikjától. Egymással karöltve haladjanak. Egy ország, két kormány, két nemzet. Végakarata így szólt, az evangélikus templom mögötti temetőbe temessetek, a szentélykarétól rögtön jobbra, a családi sírboltban. Otthon akarok pihenni Besztercze bányán. Az ember holtában ott pihen szívesen, ahol az életében a legboldogabb volt. Köszönöm a figyelmet.